Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Érkeznek a játékosok a játékvezetői trió segedelmével. A tavalyi ezüstérmes, de a bentmaradását csak az előző játéknap hon teljesítő és bebiztosító Kecskemét vendége, az ezüstéremre hajtó Paks együttese. Helmich, Vágó, kemény összecsapás Harasztival, és a farzsebéhez nyúl a játékvezető, a hatodik percben kiállítja Harasztit. Ez valóban elég keményre sikeredett ez a belépő. Nyújtott lábbal, és ráadásul fel is emelte, a vádliát találta el Vágó Leventének. Most csak sárga lapot ért, ahogy ez a belépő is, de közben helyzetben a Kecskemét. Zeke a 16-oson belül, laposan teszi középre, belényesi lövése levágódik, az ismétlés, és kimegy végül. Vagy a közbevetődés Kovácstól, Nikicser. Horváth Krisztofer, Nikicser kapja 19-ről, mellé lövi. Középen Szappanos koncentrál, Horváth lövi el, jó kis lövés volt, de jócskán fölé szállt. Kis területen a játék, elveszíti végül a Paks. Horváth Krisztofer. Nikicser térül fordul, Imbor, Zsótér kéri és kapja a pálya közepén. Most egy kicsit fellazult a paksiak védekezése, Zsótér mellett robog Balog. Zsótér labdája remeknek tűnik, a 16-oson belül a Kecskemét, és újabb szöglet lesz majd. Zsótér ismételhet. Ez már jobbnak tűnik, Szappanos tolja fölé. Nikicser. Belényesi és Szabó is fent ragadt most a támadással. Nagy mentés Vastól. Most jön a labda Böde irányába. Böde csúsztat, és Varga fogja. Nikicser. Az ő beállása sem hozott sajnos különösebb lendületet a Kecskemét játékába. Horváth ível, és ezúttal is Vas fejel. Újabb kecskeméti szöglet.